Hát amikor ugye bejött, én aludtam, 9 óra volt, anyu kiabált, hogy a Monti bejött ugye véresen, aztán a nappaliba elfeküdt, anyu mondta neki, hogy mi van, elfáradtál, aztán akkor ugye odament, megfordult, és ugye látta, hogy tiszta vér minden, és akkor anyuék átvitték ide szembe az állatorvoshoz, de ugye neki nincs olyan műszer, nem tudott semmit sem mondani, úgyhogy átvittük az állatorvos klinikára. És akkor ott megröngenezték, ott derült ki ugye, hogy lövedék van benn, és ezt mondták, hogy nem bántják, mert ha kiszednék, akkor el kéne altatni, és hogy ez kockázatos. Úgyhogy infúziót kapott, meg antibiotikumot, meg kicsit lázas volt, most már mászik is, meg iszik, meg az udvaron már volt.